Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. És a következő pár percben a startupunkat, a Handyscan-t szeretném bemutatni, és röviden vázolni azt az utat, amit bejártunk. Picit komolyabb témákra kell terelnünk ugyanakkor a szót, hiszen az elmúlt 160 évben Semmelweis Ignác óta képtelenek voltunk megtanulni egy fontos dolgot, hogy rendesen mossunk kezet. És ennek a következményei nem csak otthon, nem csak a... Ja, prezentet kérek szépen. Nem csak otthon, a mindennapjainkban érezhetők, hanem különösképpen a gyógyászati ellátásban, az egészségügyben. Gyakorlatilag azt tapasztaltuk, hogy minden igyekezetünk ellenére a készigénye, úgy, ahogy azt elképzelte Semmelweis Ignác, nem valósult meg. Ennek a következményei? A nyugati világban évente 250 ezer ember hal bele, közvetlenül azokban a fertőzésekben, minket a kórházban szer össze. Teljesen más kondíciók, a más körülmények miatt bekerül, és adott esetben soha nem távozik. Ez az, amit szeretnénk változtatni, illetve azon, hogy ennek hatalmas közgazdaságtani értelme vett kockázata és kára is van, szeretnénk ezeket a költségeket megspórolni, és az egészségügyi ellátást sokkal hatékonyabbá, életszerűbbé tenni. Ha túlmutat nézünk ezen, akkor akár az élelmiszeriparban, akár a biotechnológiában hatalmas károkat okoznak a fertőzések, és tulajdonképpen mindenhol visszavezethető ezeknek a legnagyobb része a nem megfelelő készigényére, kézmosásra. 15 éve tudjuk már, sőt lassan 20, hogy az alkoholos kézfertőtlenítők hatékony megoldást nyújtanak. Semmi más nem kell tennünk, mint ezek a mindenki által ismert hiszereket megfelelően alaposan elkenni a kezünkön. Az egészségügyben, akár az egészségügyi világszervezet, akár az európai szabványok tekintetében ennek megvan a háttere. Pontosan definiálták, hogy hol, mikor, milyen sűrűn kell kezet mosni. Ennek ellenére ezt még a legjobb intézetek meg sem tudják fenntartani, és ha megkérdezünk egy orvost, egy fiatal orvost akár, hogy mikor hallott utoljára a készigényáról, vagy a helyes módszertanról, általában az egyetemi tanulmányok elejéig kell visszanyúlnia. Ezen mindenképpen változtatnunk kell. A másik dolog az, hogy ha még tudatunkban is van, hogy rendszeresen kezet kell fertőtleníteni, az egyik legnagyobb probléma, hogy ezt nem megfelelően teszik. 30 évvel ezelőtt ugyanez a probléma már fennállt, és vizsgálták megfelelő tudományos módszerek, hogy melyek azok a területek, amelyek az emberek sűrűn kihagynak. A piros részek általában egy-egy készigényes alkoholnak a 30%-ában elmaradnak. A probléma az, hogy hiába kenek akármennyi alkoholt a tenyeremre, hogyha az új vegyeimet kihagyom, ugyanúgy végig fog fertőzni mindenkit, tehát nem megoldás, miközben pszichésen azt gondolom, azt feltételezem magamról, hogy mindent megtettem. Megint csak egy olyan probléma, amire megoldást szerettünk volna nyújtani, és szerencsére a kis csapatommal, a Műszaki Egyetemen sikerült egy olyan ötletet megvalósítanunk és terméket fejlesztenünk, amely mindenre megoldást nyújt. Ez a Handyscan, amely gyakorlatilag egy digitális képfeldolgozáson alapuló objektív készigénye ellenőrző berendezés. Röviden annyit tesz, hogy készfertőtlenítés után be kell helyezni alá a kezünket, és 2 másodpercen belül megmondja, hogy milyen hatékonysággal végeztük el, pontosan képes kimutatni azokat a területeket, amelyeket esetleg kihagytunk, ezáltal emlékezteti az illetőt arra, hogy mit kell még fertőtlenítenie, sőt, menedzsment számára egy riportot készítünk, az akár valós időben egy okos eszközön keresztül lehet követni az egyes osztályok, részlegek, vagy akár az egyes emberek készigényes tevékenységét. Innentől kezdve a készigénye, mint esemény közvetlen bevonható a minőségbiztosítási folyamatokba, azaz értékelhetővé válik az, ami eddig láthatatlan volt. Az elmúlt 3 évben 14 nemzetközi publikációnk volt ezen a területen, számos konferencián vettünk részt, és díjakat is kaptunk erre, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy a Semmelweis Egyetem most már 4. éve vesz idén össze, hogy a sebészeti műtéttan hallgatók nem mehetnek vizsgára, amíg nem mentek át a Handyscan készülékkel. Tehát gyakorlatilag az oktatásban sikerült már megjelennünk, és a következő lépés pedig az volt, hogy a kórházakban integráltan megjelenjen az eszköz. A szingapúri egyetemi kórház volt az, amely először ezt használta a SELF készigényés oktatásai kapcsán. 2011-ben, majd 2013-ban összesen több mint 10 000 emberen tudtuk kipróbálni az eszközet egy korábbi prototípusát, és hát nagyon lesújtóak voltak az eredmények olyan szempontból, hogy majdnem a részvevők harmada képtelen volt akár az oktatás után is végrehajtani a megfelelő lépéseket. Ebből egyértelműen következik az, hogy szükség van ilyen rendszerekre, szükség van az objektivitásra, ezt bele kell vonni a mindennapi ellátásba. Az elmúlt pár évben, az elmúlt másfél-két évben kockázati tőke támogatással megpróbáltunk egy igazi startup módjára üzletet fejleszteni, és ennek megfelelően az eredeti pusztán mérnöki gondolkodásmódunkat átalakítani, és
startupperré, vállalkozóvé válni. Úgyhogy ahogy elindultunk egy kezdetleges deszkamodellből, úgy szépen fejlesztettünk, fejlődtünk, és amit most láthatnak kint a kiállításon, az az első CE-jelzéssel ellátott handyscan készülik, amely jelenleg kapható, és hát reméljük, hogy egyre több helyen megjelenik majd a kórházban, élelmiszeripari üzemekben is. Amit jelenleg dolgozunk, és ami nagyon fontos, hogy nemzetközi környezetbe kell helyeznünk a projektet. Tehát nem elég az, hogy Magyarországon kulcs egyetemeken, kórházakban ott tudunk már lenni, hanem el kell hitetnünk a világgal, hogy Magyarországon is jöhet olyan megbízható termék, amely képes hozzáadott értéket teremteni, és igenis bízzanak abban a technológiában, amit itt fejlesztünk, és innen jön. Ezen túlmenően pedig a következő lépésként a nemzetközi piac megfúzítására szükség van további tőke támogatásra. Keressük azokat a partnereket, most akár kockázati tőkés partnerként, akár pedig szakmai befektetőként, akik segítségével megvalósíthatóak mindezek a tervek. És hát így gondoljuk, hogy a Balassagyintézeteknek a hálózata is lehet egy olyan kapcsolódási pont, amelyen keresztül Európában és azon túl is tudjuk érvényesíteni ezt a szándékunkat. Mindeközben pedig a csapat nagyon lelkes, és hát nagyon sok olyan eseményen veszünk részt, amely nem csak az egészségügyhez kapcsolódik, vagy nem csak az embereknek a mindennapi ellátásához van, de óvodákban, nagy publikus eseményeken is igyekszünk mindenhol megragadni a lehetőséget, hogy a készigénia fontosságát bemutassuk, a személyes igényen felhívjuk a figyelmet, és hát ezek azok a pillanatok, amiért megéri csinálni, hiszen nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni az emberek, amikor szembesülnek tényleg azzal, hogy ennek van értelme. Hogy említettem, egy alapvetően mérnökökből álló csapat dolgozik az egész mögött. Jelenleg is itt vagyunk Budapesten, a Műszaki Egyetemen, csak kaptunk egy inkubációs laborban helyet, és hát szeretnénk ezt a csapatot bővíteni, fejleszteni és tovább dolgozni velük. Mindeközben pedig a célunk és a missziónk az ugyanaz marad, hogy hirdessük az embereknek, hogy mossanak kezet. Köszönöm szépen!